Jó reggelt! Azt hiszem már ilyen videó nem volt. Ilyen videó nem volt már. Talán két hónapja. Nem, sietnem kell. Hát találtok valami szép fényt, még egy nap felkelt a Várhegyen. Hónapok óta nem voltam a Várhegyen. Eső volt egyfolytában. Túra volt. Most ez jön. Hajrá! Ez igazából, ez hiányzott az embernek. De sokkal jobban hiányzott ez a reggeli fölkelés, ez az indulás. Az, hogy mész valahol erdőbe. Tök fura, hogy már tényleg, tehát a sok hülye eső miatt csak ilyen tingvitangi erdők voltak. És nem ilyen koránkelés. De szerintem ez azért jobban bejön. Ez az igazi, gyerekek. Sietek vissza a bike-ra még. Sietek vissza, mert megyünk motorral Győrbe. És 10-kor van találkozó, tehát nincsen sok időm. Ezért hajtani kell. Minden energiára szükség van. Hajrá! Gyors nap felkelte. Hajrá! Ennek a madárcsicsergős reggelnek nincs párja. Na hajrá! Nincs idő most pöcsölni. Telefon nálam van, más nem szállni. Fú, de fura bicikli. Nem mentem vele két hónapja, vagy egy hónap, nem is tudom másról. Az esély, hogy bekapok egy bogarat, ahogy másodperc, hogy kinyitom a pofámat. Na kérem. Hát azért a bringa egy kicsit kényelmesebb, mint a nevet. Azt hiszik emberek, hogy sokan azért tekernek egyedül ebbe a korba, időszakba, és emberkorra gondolok. Mert hogy ők mindenképp egyedül akarnak lenni. Azért ezt jobban tudja mindenki, hogyha az ember talál egy olyan valakit, aki hajlandó lenne ilyenkor tekerni vele, és akár a párja is lehetne, aztán ilyen 120%-os élmény lenne. De ahhoz az igen kicsi az esély, hogy az ember talál olyan valakit, aki föl kell reggel 3-4-kor, gyerekei már nagyok mondjuk, kötetlenebb, és hajlandó lehet így elmenni bárhova. Tehát azért ez akár egy gyönyörű nap felkeltére, vagy bármire. Hát csak így ez jutott eszembe, hogy az jutott eszembe, hogy jött szembe egy-két emberkel, és nézett furán. Nézd, hogy egyedül tekez. Nem mindig egyedül akar az ember, csak így jön ki. Milyen érdekes, hogy amikor mész, akkor mindig eszedbe jut egy zene. Most Ákosnak, Balanzának jutott eszembe a Persze hajnal van megint, az idő ránk legyint, alvó tested mellett áll a tegnapi él. Nem kellett fel még a napocska, még csak valahol bújdosik, dereng, de lassan feljön. Mire odaérek, megtiszteljük egymást. Gyerekek, csodálatos. Ez az a hiányzott békés. A békés részről. Ez, ami hiányzott lentve, ez az erdő, dombok, ez a sűrűség. Igen, értem, amit mondtak, lent beszélgettem emberekkel, és mondták, hogy ők, amit ide jönnek, úgy érzik, hogy összenyomja őket az erdő, meg a dombok. Hát, őket összenyomja, minket meg befogad. Én úgy érzem, hogy befogad egyszer, itt vagyok. Ez a hajnali madácsi csergés, ez szenzációs.
Gyönyörűséges. Ez a szív után a dobbanása vad hullámokat ver. Csak te vársz, a többi ember régen elmenekül. A szívem óceán vihar dúl azon, abban ülsz te egy lyukas csónakon. A szívem egy folyó, gyilkos áradat, gát vagy ott, ami lassan átszakad is. Mégse hagysz egyedül, mégse hagysz egyedül, mégse hagysz egyedül. Ha már táska van az embernél, akkor ezt elviszi. Nem? Kék, ez nagyon állatos, azt a kívül. Ez a reggeli párás akácos illat, ez a szenzációs.
Jó reggelt! Hány fok van itt nálatok? No. Ja? Oké. Okay. Morning! Oké, a no. Ez azért kifogtam, mi? Szavaztuk. Egy külföldi a Nógrádon, azért azt is kifogtam. Én kíváncsi lettem volna, mert fagy a kezem csak azért. Tudjuk, de az élet a szerencse kell, ne felejtsük el. Szégyen, hogy egy évvel lezárták, arról volt szó, hogy tavaly októberre megcsinálják, arról volt szó. És így hagyták az egészet a Ferencbe. Szerintem fontosabb lenne ezt megcsinálni, mint bármi mást. És ha már nyitva van, akkor a magyar bemegy. Ugye? Szerűz. Ops. És ki is van dobva. Hát ez gyönyörű, gyerekek. Gyönyörű.
Na, feltöltött egy kő, hogy átlett meg bringád, de jó. Tök jó. Mindig át kell cigölni itt. De faszán. Na. Igen, itt van a plusz, itt van a jobb, meg a kék. Itt szoktunk mi lejönni. De erre van a Józsi padja vissza. Így van. Komolyan mondom, úgy érzem, hogy várt az erdő, ez az erdő engem itt várt. Olyan rég voltam már, hogy szerintem 2 hónap nem voltam, de 3. Szenzáció. De kurva meredek vagy. Erről a emelkedőről az jut eszembe, hogy igazából akkor tudsz feljutni a csúcsra, hogyha majd lejutottál egyszer, lementél. És ez fordítva is igaz. Akkor tudsz az úton jó haladni, hogyha voltál alul, voltál fölül. És ez ilyen fura, de most a bringával jutott eszembe. És ez azért jogos, mert ha nem tapasztaltad meg, milyen az út lefelé, cheese, akkor nem fogod tudni, hogy milyen felfelé. És fordítva, nem tudsz lejönni tempósan, nem tudod megcsinálni, amit meg akarsz. Megzavartam a vaddisznocskákat. Lopakodunk. Szenzációs. Hát ez a Józsi padja. Gyerekek. Ez az.
Hajrá! A legszebb reggelünk most kéne kezdenünk. És összeszedem nektek a szemetet. Ja, megszabadultam, hogy nem ez szaros. Hol vagyunk? Lokó pihene, csak hogy tudjuk. Ki kell menni, mert biztos, hogy nem félni kell. Ezt már próbáltam egy cikit. Oh. Itt is akar. Jaj! Ez 90-es sugó, úgy gyerekek, mindent visz. Ha egyszer vesztek bringát, sose sajnáljátok rá, egyet vegyetek meg, ami szuper. És elájultak. Látjátok, jobb oldalt ebbe belemész. Hoppa, 190-es sugó úgysem számít. Itt befigyelne egy vaddisznó, vagy egy szarvas, mi? Hát ez... ez egy múltkor, aki kérdezte, hogy a airbike-ot lehet-e dobálni. Hát mondom, hogy a picsában lehet. Bizonytalan voltam. Az nem egészséges erdő. Azért nem ugratgatsz, mert kőre érkezel vissza. Meg sárva. Hát igen, ezt mondta, hogy ezeket kéne elhúzni, úgy bakker. Nem sok ilyen van, hogy három ilyen hely van, ilyen életveszélyes. Veregessem az erdészeti kurva anyjába, nézzétek, hát ez... Na, hát ide most hol észlem, mert egy nem vesz telóks, hogy van itt már. Még én is majdnem megborultam. Akkor a száraz galacsinok esnek le a gép, ilyenek. El kell volna mennem jobbra. Rendegy. Minden utrómába vezet. Azért nem mered úgy megengedni. Pókálok, csiklandozzák a pofámat, mint az állat.
Hát kéne oda jutnom. Azaz. Te utamon vagyok, ez jó? A fa ez nem jó. Na, itt tettem, aki a fölüljövekkel. Ez egyik kedvencem itt le. Azt hiszem, ez az. Igen. Ott le. Hú, de rég jöttem el, azt mondja, ne. Nem sűrűn járnak el, azt tudja. Áó! Jaj! Bazd meg, hogy áh! Tüskés kore! Ez ilyen. Jó, ez egy nagy csodősvény elvileg. Tüske! Nem a bokor a baj, az egy tüske! Bal oldalra nézzetek le! Én nem tudok, de ti! Itt szoktunk úgy fejreállni egy fába, hogy van benne a hajembe. Ha le kéne fordulni, hogy nem kell oda fordulni. Csak kérdezem. Nem, az így nem. Na ezért, amikor mondják a gravelesek, hogy ők lejönnek. Aha. Persze. Persze. Nem tudom, mi van a zavar alatt. Aztán volt. Jaj! Jön le, aha. Csak át. Hopp. Szenzációs. Át. Na itt az utunk, ez a csoda ösvény. Ez fenomenális volt, gyerekek. Ez az ösvény gyönyörű. Bele fogok merülni, ezzel kikapcsolom most.
Fölmögött a múltkor egy kérdés, egy hölgy kérdezte, hogy milyen gumnyomás kell, és mindenki elkezdett neki ilyen PSI-ket meg bárokat ajánlani. Szerintem, hogy nem a nyomásbárra gondoltak, hanem itt arra akarták meghívni. Na most tök egyszerű, mert én is írtam neki, hogy csak én nem akarok ilyen vitákba belebonyolni, hogy privátba írtam, hogy tök egyszerű, a gumira rá van írva egy nyomás, és azt, az a Kravány középút, az a Szentírás idézőjelben, és akkor utána jön a Köves út, a Saras út, hogyha Köves, akkor ugye nem lehet sok nyomás benne, mert lecsúszik, kicsit terülnie kell a guminak, ez függ attól is, hogy belsős vagy tubi gumi, így azt viszont annyira nem engedteted meg. Sárga viszont egy kicsit jobb a keményebb, mert előbb ki is csapja. Nem kezd túl bonyolítani, írtam neki, hogy egyszerűen tesztelje. Tehát itt azt sikor, hogy megállsz, aztán vesztesz bele meg ilyen hülyeségeket. De úgyis egy arany középutat beállítasz, úgyis észre megyünk mi. Tehát mi nem hegyezzük ki maximum magunkat azért. Úgy mindig sem. A 8 embernek nem is segít a csinálni. Jó, megerősödtem a babringázásba, meg kell hagyni azért. Szenzációs ez a kis patak, ez egy csodajos vinc számomra ez. Egyik legnagyobb rész. Tudtam vissza, és nekem nem tetszett. Ja, ki van kapcsolat? Úgy igen. Úgy pláne nem segít. De ez az, amit mondtam, hogy ki van kapcsolva a motor, és ilyenkor veszem észre. Csak érdekes ez is, hogy annyira jó szadnak ezek a bringák, hogy szenzációs. Na, elég a felvételből. Fennyes, hogy a következő. Ugye? Kedvenc kis idézetem. Hát ennyi gyerekek. Azért érzitek, igaz? Gyönyörűség. Ó, ezt a padot meg kell csinálni, már nem igaz.
Dicsértes. Azt hiszem, ekkora pókmintát. Örülöm, ez nincs értelme. Hopp. Na, valaki ezt kipuccantotta végre. Hála Istennek. Fú, az akkor a pókhálók vannak ide. Vezetettek a múltkor egy fát, azért kell lassítani. Amit nem látsz be ott, nem érdemes belebaszódni. Akkor lehagyod a roppert és a combot bedugra le.
És az örök szerelem a maszáj. Az örök. Na nézzük. Utolsó etap. Hát csak ezt kell túlélni. Igazából ezért mondtam azt, hogy úgy jó elmenni bringázni valahova, ha valaki ismeri. Mert itt nagyon sok emberre bringáztam, senki nem mert úgy lejönni elsőre, másodikra, mert egyszerűen nem ismered. De amikor előmegy valaki, akkor nagyjából felmered lenni azt a ritmust. Főleg, hogyha mondja, hogy ne rinyálj. Hosszú kesztyű, meg természetesen azért kell, mert ezek a belógó ágok letépik az ujjadról a bőrt, ugye ez megvan, nem? Hát szenzációs volt, hogy elindultam, köszönöm ezt a égieknek. Ah, jó Istennek, ezt megint a teló oldotta meg. Ugye ez úgy megvan, igaz? Ennél gyorsabban nem jöhetsz, mert nem bírsz rá fékezni, és sokan járnak már. Elcsúszol oldalra. Látod? Még csak lassítottam. Csodálatos. Nem ugat. Csodálatos. Kis hazánk. Én nem akarok menni sem Mallorcára, se lófaszta. Csodálatos volt. És meg vagyunk. Azt hiszem. A kapu is nyitva faszán. Gyere, Csisajt! Verseny! Futás! Jaj! Már bringával vagyunk, akkor megállunk itt. Ta-ta-ta-ta! Állj meg! Na, szuper jó kör volt. Aki akar, az jöhet velem bármikor. Értem szerintem, hogyha analoggal jön valaki, mert ez is kérdés volt, ugye kérdezték, akkor analoggal megyek. Tehát ennyi. Most egyedül mentem, sietek, ezért mentem e-bike-kal, de ha valaki úgy jön, akkor menjünk analoggal. Csak az hosszabb, ennyi, több idő, kétszer. Hát nem kétszer, de 30%-kal több. Nagyon bica bóca. Süket, ja? Szegényként. Süket, mint a nagy ágyú. Na, jön a vitamin kúra. Gyerünk.